Elérkeztünk a Szent Miklósi Napok rendezvény sorozat záró napjához. Ma a Simontanyán fogadhajtók baráti találkozóját rendeznek. És nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik neveztek a mai napra, és éltek a lehetőséggel, hogy eljönnek ide Török Szent Miklósra, a Simontanyára és a Szent Miklósi Napok keretében. Neveznek, hajtanak. Jó hajtást kívánok mindenkinek! Kudlacsek Lilla, Takács Antal, Bata Imre. Ez egy lovas baráti találkozó, amiben azt próbáljuk segíteni, tehát itt hivatásos versenyek, C kategóriás versenyek vannak tömegével megrendezve. Mi inkább azt a közönséget céloztuk meg, hogy itt tudjanak a lovas barátok, lovas érzelmű emberek találkozni, egymással tapasztalatot cserélni, illetve megmutatni egymás közt fejlődésüket, fejlődési szintjüket, lovaikét, illetve magukét, a hajtóikét, illetve amit ugye hivatalos versenyeken nem lehet, mi próbáljuk ezt úgy a teljesen amatőr kezdőkkel, illetve gyermekekkel is megismertetni, lehetőséget biztosítva arra, hogy idézőjelesen versenykörülmények közt kipróbálják azt, hogy milyen egy ilyen nagy állatokkal úgymond megküzdeni a sikerért egy ilyen pályán. Mit lehet tudni a pályáról, mik a tulajdonságai? Hát ugye itten akadályhajtást láthatnak, az akadályhajtás itt per pillanat, ez a pálya 18 akadályból áll, ebben van egy összetett akadály, az összetett akadály az azt jelenti, hogy egy akadályt jelent, de négyszeresen is lehet hibázni, ugyanis az négy akadályból áll voltak éppen, tehát azokat betűjellel jelöljük A, B, C, D. Na most itt az embernek a memóriáját is próbára teszi, ugyanis tehát természetszerűleg az akadályok számozva vannak, ezeket sorrendben kell meghajtani, na de ugye Pató Gábor úr segédletével csináljuk mi ezt a dolgot, ő építi általában meg ezeket a pályákat, tehát ez egy ilyen labirintusszerűen kell elképzelni, nyilvánvaló, hogy az egyes után a kettes szám következik, de lehet, hogy a pálya túlsó végén vagy teljesen más irányban. Ezt ugye a fogadhajtóknak van lehetősége a betélkedő megkezdése előtt bejárni, megismerkedni, természetesen gyalogosan, nem lóval, és utána ezt lehetőségük van, ugye lóval meghajtani idézőjelben ezt a labirintust, ami ugye, tehát ezek az akadályok sejbákból állnak, a sejbák tetején tenisztalabdák láthatók, találhatók, és ugye, tehát ezek
nyilván nem verseny, nem profi verseny, ezért is szélesebbet adunk, egy profi verseny 20 cm-t adnak, mi 30 cm-rel szélesebbre állítjuk ezeket a sejbákat, mint magának a fogatnak a nyomtávja. Tehát maga a nyomtáv, illetve plusz 30 cm-en mennek, és ugye le van mérve az ára, a pályának a hossza, illetve meg van adva, hogy hány méter per szekundumot kell alatt lehet ezt teljesíteni, ezt ugye rendesen szabvány szerint állítjuk fel, és meg van adva erre plusz másodperc, ezáltal lehetőséget biztosítunk, hogy gyengébb fogatok is beleférjenek úgymond az alapidőbe, ugye, mert ami fontos, tehát nem csak az akadályok hibátlan megtétele számít, hanem hogy egy alapidőn egy bizonyos szinten belül is, mert hogyha ezt nem állítanánk fel, nyilván akkor lépésbe szépen átaraszolgatva, akkor nagyon óvatoskodnának. Ezáltal egy kicsit a gyorsaságra is ösztönözzük a hajtókat, illetve hogyha valaki az alapidőt túllépi, akkor másodpercenként az 0,5 hibaponttal jár. Ugye van egy délelőtti és egy délutáni szakasz is. Így van. Ez voltak éppen kétszeri akadályhajtást láthatunk, és a kettőnek az összesített végeredménye adja meg a mai nap végeredményét. Kinek van nagyobb szerepe, vagy minek van nagyobb szerepe, a hajtó tudásának, vagy a lovaknak? Hát jó ló nélkül a jó hajtó sem ér el semmit. Nyilvánvalóan, hogy mind a kettőnek hatalmas szerepe van. Mint ahogy az elején említettem, itt az emberek felmérhetik azt otthon, nyilván mindenki gyakorol, de amikor az ember egy úgymond itten nézők előtt, illetve más vetélytársak előtt teszi próbára lovai, illetve önmaga ügyességét, tehát magát a stressz helyzetet is biztosítjuk. Ez egy jó gyakorlás azoknak, akik komolyabban gondolják majd ugye a versenyzést, és fentebb szeretnének indulni, elindulni egy C kategóriába, vagy esetlegesen egy B-be, A kategóriába, tehát innen tud majd fejlődni. Tehát nyilvánvaló, itt mindenkinek ez egy csapatmunka, a csapatmunkában a segédhajtótól kezdve a hajtóig, de főszerepben a lovak állnak. Szeretném, ha jövőre is ugyanúgy bennünket meglátogatnátok és részt vennétek ezen a versenyen, ugyanígy, mint most. Köszönöm szépen a részvételt,
és nagyon biztonságos, balesetmentes hazértetést kívánok nektek. Köszönöm szépen! Tervusztok! Tiszteltel köszöntök én is mindenkit! 2023-ban a Törösszentmiklósi Szent Miklósi Napok keretein belül megrendezett baráti fogadhajtó találkozón. Nagy örömömre szolgált, hogy ilyen szép számban némes, népes hajtó sereggel voltak jelen ezen a rendezvényünkön, és csak csatlakozni tudom Simonó szavaihoz, hogy jövőre ugyanígy önökkel, ha lehet, akkor nagyobb számban. Nem szaporítva tovább a szót, szeretném megköszönni önöknek a mai napi sportszerű versenyzést, gratulálni a győzteseknek, a helyezetteknek, és eredményes felkészülést, eredményes versenyzést kívánok még az idei szezonra, jövőre pedig találkozzunk itt. Köszönöm szépen a részvételt!